A tegnapi nap folyamán a Nemzeti Nyomozóiroda mögöttem látható épületében közel 5 órán keresztül hallgattak ki azzal a feljelentésemmel kapcsolatban, amelyet konkrétan azért kellett megtennem, mert az OPRE Roma párt bejelentette, hogy Magyarország 4 északkeleti megyéjéből egy roma tartományt szeretnének létrehozni. És amikor ezt a tervet kritizáltam, és azt mondtam, hogy ez az elgondolás egy újabb Trianonhoz vezethet, egy újabb ország csonkításhoz vezethet, akkor rögtön egy provokatív üzenetet kaptam, egy videóüzenetet kaptam Kamarás Istvántól, a roma párt elnökétől, aki a cigány zászlót éppen a Kékes csúcsára, Magyarország legmagasabb pontjára kiszúrva, kihelyezve jelzi, hogy ők ezt a roma tartományt szeretnék létrehozni. 4 megyét, Szabolcs, Szatmár-Bereg megye, Borsodabau, Zemplén megyét, Heves és Nógrád megyét kitéve, de autonómiát, roma autonómiát akar. És igen, valóban azt akarunk, roma autonómiát, Észak-Magyarország roma tartomány néven. Ugyanezen a napon egy életveszélyes fenyegetést is kaptam, egy magát egy fővárosi szervezkedő, ilyen cigány bűnözői körnek nevező csoporttól, akik polgárháborúval fenyegetőztek, és ennek a tervnek a megvalósításának akadályoztatása esetén előre vetítették, hogy ez a terv, ez az elképzelés akár egy ilyen polgárháborús helyzethez is vezethet. Én azt gondolom, hogy ez kimeríti az alkotmányos rend elleni szervezkedés, vagy akár egyéb államellenes bűncselekmények fogalmát is, és történelmi kötelességünk, hogy egyedüli pártként, egyedüli magyarországi pártként fellépjünk egy ilyen terv, életveszélyes terv ellen, amellyel kapcsolatban egyébként, vagy amelyhez kapcsolódóan egyébként az azóta eltelt időben, az elmúlt hetekben 2 katolikus püspök is elmondta a véleményét, és mind a ketten ugyanarról beszéltek, amiről én, hogy egy újabb Trianon fenyegeti Magyarországot. Kötelességünk tehát az egyetlen olyan megmaradt magyarországi pártként, amely párt a cigánybűnözésről is mer beszélni, amely a szegregációról is mer beszélni, arról is mer beszélni, hogy az az integráció az kudarcot vallott, amibe Magyarország és a magyar kormányok már sok milliárd forintot belelocsoltak teljesen fölöslegesen. Kötelességünk, hogy valamilyen politikai, illetve jogi úton is küzdjünk ennek a tervnek, ennek az elképzelésnek már csírájában való elfolytásáért, ugyanis rendkívüli veszélyek rejlenek ebben a tervben, és nem szeretnénk, hogy akár, hogyha emögé a terv mögé valamilyen pénzügyi körök, vagy akár egy külföldi állam odaáll, akkor Magyarországot nagyon könnyen destabilizálhatják, nagyon könnyen vezethet Magyarországon az alkotmányos rend megdöntéséhez is akár egy ilyen elképzelés. A mintegy 5 órás kihallgatás, meghallgatás, ez egyenlőre most még ugye azt szolgálja, hogy mi az ügyészségen tettük a feljelentésünket, az ügyészség pedig kijelölte a Nemzeti Nyomozóirodát, hogy állapítsa meg magát a tényállást. A tényállás megállapítása érdekében elsőként engem, tehát a feljelentőt hallgattak ki. A meghallgatás során kérték, hogy adjam át azokat a bizonyítékokat, azt a videófelvételt, amit a roma párt elnökétől kaptam, illetve azt a fenyegető üzenetet, amit egy privát üzenetben küldtek meg számomra. És ők most a tényállást, hogy egyáltalán megvalósult-e valamilyen államellenes bűncselekmény, ezt igyekeznek most megállapítani. Kihallgatás során nagyon fontos rész volt, amikor ugye arról beszéltünk, hogy egyáltalán hogyan lehet ezt megvalósítani. Ezt csak antidemokratikus úton lehet megvalósítani, ugyanis abban az érintett 4 megyében, amely ezt az úgynevezett roma tartományt tartalmazza, sem közelíti meg az 50%-ot az összlakosságon belül a cigányság számaránya, sőt nagyon messze van az 50%-tól, és azt is tapasztaljuk, amióta mi elkezdtünk erről a témáról beszélni, illetve a 2 püspök is beszélt erről a témáról, azt tapasztaljuk, azóta nagyon sok cigány származású embertől is kapunk üzenetet, és kapok én személyesen is üzenetet, és nagyon sokan nem támogatják, cigány származásúak sem ezt az elképzelést, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy néhány százalékos kisebbség akarja a túlnyomó többségre ráerőltetni az akaratát. Ez csak antidemokratikusan, akár erőszakkal lehet elérni ezt az elképzelést. Ettől válik igazán veszélyessé maga a gondolat is.
Kifejezetten ettől tartunk, hogy ez erőszakos cselekményekhez és Magyarország destabilizálásához vezethet, hiszen ahogy az előbb is említettem, hogyha egy olyan pénzügyi kör, akár egy nemzetközi pénzügyi kör, vagy akár egy Magyarországgal ellenséges érzületet tápláló állam emögé, az elgondolás mögé és emögé a csoportok mögé odáll, akkor bizony ebből nagyon komoly problémák és bajok lehetnek, és akár erőszakos cselekményekhez is vezethet, hiszen azt is tudjuk, hogy a cigányság nagyon könnyen hiszterizálható, és nagyon könnyen félrevezethető, nagyon könnyen eljuthatunk oda, hogy erőszakos cselekmények lehetnek. Szerintem ez lényegesen nagyobb veszély jelenleg 2019-ben még, mint az, hogy egyáltalán létrejön, vagy létrejöhet maga a roma tartomány. A roma tartomány létrehozása az inkább a jövő szempontjából, tehát a következő évtizedek szempontjából veszélyes, hiszen a népesedési demográfiai folyamatokat tekintve néhány évtizeden belül Magyarországon egyre több terület kerülhet akár cigány többség alá, tehát ott már akár ténylegesen megvalósulhat egy ilyen önálló vagy akár autonóm tartomány létrehozásának gondolata. Jelenleg inkább az ország destabilizálása szempontjából jelent ez nagyon komoly veszélyt. És innen üzenem Toroszkai László úrnak, hogy most ez nem az, ami látszik, ugyanis most mi nem az autonómiát alapítjuk meg itt Heves megyébe, Kékestető, Magyarország legmagasabb pontján, hanem csak simán eljöttünk a gyerekeinkkel egyet kirándulni. Opre Roma, szusz beásiról, fel cigányok!